10 BKIK jó tanács az első munkanapodhoz. Bocsi! Érkezz pontosan a munkahelyedre. Első alkalommal szánj több időt az utazásra. Azonnal értesítsd az oktatódat, ha véletlenül késel, akár csak néhány percet is, vagy aznap nem tudsz megjelenni a munkahelyeden. Betegség esetén a házi orvosodtól kér táppénzes igazolást. Azt azonnal juttasd el a munkahelyedre, mert anélkül nem tudnak neked havi munkabért fizetni. A munkahely nem iskola, így szülői igazolást nem fogad el. Legalább egy héttel korábban jelezd a munkahelyednek, ha szabadságot szeretnél kivenni. A munkaidőd 18 éves kor előtt napi 7 óra, utána napi 8 óra. A 18. születésnapod előtt kérdezz rá a munkáltatódnál, hogy lesz-e változás a beosztásodban. Az ebédszünet beletartozik a napi munkaidőbe. Időpontját, időtartamát, a munkahelyi étkezési lehetőségeket egyeztesd az oktatóddal. Telefonszámodat és e-mail címedet add meg a munkahelyednek. A munkahely a tudnivalók egy részét e-mailben küldi, ezért rendszeresen ellenőrizd az e-mailjeidet. Ha így teszel, elkerülheted a későbbi nehézségeket. A munkahelyek többsége szabályozza a munkavégzés közbeni saját mobil használatot. Erre mindig előzetesen kérdez rá. Kötelező viselned a kapott munka- és védőruhákat. A testi épséged múlhat rajta. Az iskola nem munkahely, a munkahely nem iskola. Mindkettőnek megvannak a saját szabályai. Ismerd meg mindkettőt!